Huszár Tibor konyhafőnök a vendégünk, és hát ugye adja magát itt a téma, hogy egy picit beszélgessünk arról, hogy vajon mit illik ilyenkor főzni, de hát előtte azt gondolom, hogy egy hatalmas hírünk van, remélem, hogy azért sokan tudják már. Ebben az évben novemberben rendezték Luxemburgban a Culinary World Cup-ot, amely a Szakácsok és cukrászok világversenye. Hát itt végül is azt hiszem, hogy 30 nemzet volt, és a mi csapatunk a 10. lett, úgyhogy szívből gratulálok, és Tibi, ugye te ott voltál, végigélted, izgultad és dolgoztad ezt a versenyt. Mikor kezdtetek erre készülni? Hát igazából a felkészülés az egy elég hosszú folyamat volt, de azt gondolom, hogy itt az utolsó 2 hónap, amikor ugye intenzívebben jöttek már a próbák egymás után, mind a meleg, mind a hideg konyhába. Az a 2 hónap volt olyan tényleg, ami erőfeszítés volt. Akkor hogy kell ezt elképzelni, ezt a világversenyt? Ugye nyilván nem egy-két tagú egy csapat, hanem sokan vannak, és hát mindenféle nemzet konyhája ott felvonul. Mennyire lehet összemérni egy európai ételt, vagy egy kínait? Egyáltalán, aki még soha nem volt ilyen, mekkora itt a felfordulás, vagy a maga a rendezvény, tehát milyen kaliberű ez a világverseny? Hát itt több ezer, tehát azt hiszem, hogy 2000 feletti létszámmal voltak versenyzők, és ugye én a nemzeti válogatott színein belül versenyeztem. Azt gondolom, hogy ízekben egy nemzetközi vonalat kell képviselni. Tehát nem feltétlenül az, hogy teljesen magyaros, vagy például nem teljesen a kínai vonal, amit hoznak, hanem inkább egy ilyen nemzetközi vonal. Most nyilván mi is belecsempésztünk egy-két magyaros elemet, mint egy szalonna emulziót, vagy a füstölt paprikát, de ettől el kell valamennyire vonatkoztatni, és egy olyat reprodukálni, amit inkább az északi országok, tehát a svédek, a finnek, a norvégok képviselnek. Az alapanyagokat szállítjátok Magyarországról, vagy pedig az mindenki számára mondjuk egy adott nagy éléskamrából kerülnek oda? Nem, ez mindenkinek saját beszerzés egyébként. Most nyilván, amit biztosan tudjuk, hogy itthon beszerezhető, de kint nem biztos, azokat vinni kell magunkkal, de ilyeneket például, hogy a halakat, a rákokat, a különböző zöldségféléket, azokat már kint vettük meg, hogy az minél frissebb legyen. Ez időben hány napot vett igénybe ez a verseny, vagy meddig voltatok Luxemburgban? Hát 21-től 29-ig voltunk kint, és ebből az első 5 nap volt, ami tényleg nagyon, nagyon nagy erőfeszítést igényelt. Ugye 24-én állítottuk ki a hidegkonyhát, az előtte bőven 1 nappal már munka és a versenynapja, 25-én előkészület a melegkonyhai munkára, és 26-án a melegkonyhai verseny. Tehát az az 5 nap ott az nagyon kemény volt. Ez tulajdonképpen az nem vakáció volt, hanem munka. És arra van lehetőségetek, hogy bepillantsatok egymás kuktáiba, vagy fazekaiba, a többi versenyzőnek az ételeit, megnézzétek, esetleg ellessetek bizonyos trükköket, vagy mindenki a saját konyhájával van elfoglalva? Erre úgy van lehetőség egyébként, hogy több napon keresztül zajlik ez a verseny, és ugye a boxok, a versenyboxok, amikbe főztünk, annak a hátulja nyitott tulajdonképpen, egy ilyen üveg rész van, ahol meg lehet nézni tényleg azt, hogy a szakácsok hogy mozognak a konyhába, és az első 2-3 nap nyilván el lehet lesni a többi nemzetnek a technikáit, trükkjeit, hogy ők hogyan dolgoznak, hogyan mozognak a konyhába, de nekünk erre sok időnk nem volt. Tehát ugye 18 tagú volt a csapat összesen, akikkel kimentünk. Most nyilván ők tudtak több fotót vagy videót készíteni, esetleg ellesni másoktól trükköket, mert mi inkább a munkával voltunk elfoglalva. Ugye a melegkonyhai ételsorral lettetek végül is 10. Mit főztetek? Hát igazából 3 fogás kellett, ugye 110 adagban elkészíteni. Az előétel hal volt, egy tengeri sügér garnélával. A főételünk borjú volt, ez kétféle húsban jelent meg, egy borjú csülök és egy borjú gerinc tulajdonképpen. A desszertünk pedig egy ilyen, hát igazi csokis, ilyen csoki mousse, ilyen kalamansi, tehát egy ilyen citrusos vonal kísérte végig az egész menüt, mind a 3 fogást. Ezt hányszor főztétek próbából le előtte? Összesen 3-szor. Uh-huh. 3 éles főpróbánk volt. Az egyik nálunk, ugye a Fenyvesbe,
a második Debrecenben, a harmadik pedig Székesfehérváron. És hogy történt maga a versenynek az értékelése? Tehát a zsűri hogyan dolgozott? Hát ezt még igazából nem nagyon tudjuk, elméletben úgy működik ez a dolog, hogy mikor a 6. órától elkezdődik a szervíz, akkor ugye ezt a 110 adag ételt a helyszínen értékesítik, és mi nem tudjuk azt, hogy az első, a 110. vagy a közbelső valamelyik kerül majd a zsűri elé, úgyhogy itt nagyon oda kell figyelni arra, hogy mindegyik egyforma hőfokon legyen tartva, ugyanolyan meleg legyen, a tányér meleg legyen, a mártások állaga ugyanolyan legyen, mert nem tudjuk, hogy melyik kerül a zsűri elé. Hát ez nagyon izgalmas lehetett. Gondolom nagy öröm volt, amikor ezeket az érmeket megkaptátok. Ez egy hatalmas elismerés, és egyben egy következő feladatnak a belépője, hiszen ugye automatikusan kvalifikáltátok magatokat egy következő versenyre, mégpedig a Global Chef Challenge című világdöntőre. Ez is úgy működik, hogy lesznek különböző lépcsőfokok, vagy rosták, még végül is a világdöntőig eljutottok, vagy már eleve ebbe a világdöntőbe kerültetek bele? Hát igazából a magyar versenysorozat alatt még ilyen jó szereplés nem volt. Talán ez volt az első olyan alkalom, hogy automatikusan kvalifikálni tudtuk magunkat ugye a VAX döntőre. Most nyilván ebből már egy kiesett, tehát az elődöntő vagy az előselejtező, amin ugye nem kell részt vennünk. Értem. És így jutottunk tovább oda. Értem. Van már valami elképzelés, hogy oda mit főztök? Vagy ez még? Igazából még nincsen, tehát még most fog, ez nagyon friss ez a dolog, ami most még lement, és most fognak elkezdődni. Cukrászaink fognak menni Riminibe, ott lesz ugye az előselejtező, és nyilván, hogyha minden jól megy, akkor az egész csapat megy egy tanulmányi kirándulásra, és akkor onnantól elkezdődnek majd az agyalások, a tervezések, hogy mit is, hogyan kéne. Tibi, én már most éhes vagyok, hogy csak beszélgetek veled, de hát úgy gondolom, hogy sokan, akik ugye nálatok megfordulnak, azok nem éhesen távoznak, hanem elégedetten. Hát a karácsonyi készülődés, illetve maga a karácsony bizony a finomságokról is szól, a gasztronómiai különlegességekről. Te konyhafőnökként mit javasolsz? Maradjunk a hagyományos ízeknél, kísérletezzünk, vagy van-e valamilyen ételsorod, amit most a kedves nézőknek akár ajánlasz? Én igazából azt gondolom, hogy megvannak a hagyományos alapanyagok, ami ugye minden évben felkerül az asztalra. Ilyenkor nagyobb számban mennek a halak, hál' Istennek. A különböző szárnyasok, tehát nem csak a csirke, hanem ugyanúgy a kacsa is, a sertés. Én azt gondolom, hogy komplett menüsort nem ajánlanék, de azt gondolom, hogy mindenki legyen egy kicsit bátrabb, kísérletezzen nyugodtan, mert mi is azt szoktuk, hogy minden évben ugye más a karácsonyi felhozatal, és az egyik évben mondjuk készítünk egy lazacot egészben sütéssel, akkor azt a következő évben szétszedjük, megtöltjük, a leeső részekből készítünk egy jó mártást, tehát mindig más köntösben jelenik meg, és én igazából arra buzdítanék mindenkit, hogy kísérletezzen nyugodtan. Azt nem kérdezem meg, hogy mit főzöl karácsonykor, mert elárultad, hogy otthon a fakan alatt azt a párodnak átadod, és otthon már csak pihenéssel töltöd az idődet, de egyébként kritikus vagy? Otthon egyébként nem szoktam pihenéssel tölteni az időmet, mert elég keveset vagyok otthon, főleg az ünnepek alatt, de kritikus vagyok, de megtartom magamnak. Tehát én nem akarom otthon a kedvét venni attól, hogy most ő főzze, mert nyilván nem lehet egyszerű, hogy nem mondjuk egy irodai munkát végző embernek főz, hanem tényleg olyannak főz, aki a szakmájában dolgozik, vagy ebbe dolgozik. És most nyilván, hogyha olyat látok, vagy olyat tapasztalok, azt elmondom, kedvesen, aranyosan, többnyire, de nagyon kritikus nem szoktam lenni. Hát igen, nehéz lehet egy világverseny 10-ének oda tenni egy reggelit vagy egy vacsorát, de úgy gondolom, hogy tényleg szeretettel meg lehet ezzel is birkózni. Hát gratulálunk szívből valamennyi csapattársadnak, és boldog karácsonyt kívánunk. Köszönjük viszont!